csinálják akkor nektek helyet látni, mi? Hogy tessék, ennyi van maximum, mert nekem is ki kell látni, nem csak nektek. És szerintem nekem jobban. 61-es főút, Kanizsáról indultam most nemrég, mert most ott aludtam gyorsba, 9 órás pihenőre nem mentem haza, mert mire hazamegyek, meg visszajövök, meg otthon lefürdök, otthon kajálok, Jézusom, meg ágyba kerülök. Többe került volna a leves, mint a hús. Na mindegy. Menjünk el jobbra Nagyatád Barcs felé. Na, elmenjünk egyenesen, elmenjünk a Mecseken keresztül. Mit szóltok, azt ott Szerpentinen kacsmaringózunk egyet. Vagy kacskaringó, hogy mondják ezt? Ki tudja, mi? Hú, ebbe a kanyarba egyszer télen, hogy megcsúsztam a havon. Kilincsel előre volt, ugye a gödör fele, de megfogtam, úgyhogy nem mentünk a gödörbe. Isten hozta böhönyén. Erről még valami régi vicces műsor jutott eszembe, hogy... De az nem böhönye volt, hanem bödönye volt ott. És emlékszem, a Forgács Gábor egy ilyen részeget játszott, és mondta, hogy ennél lassabban nem tudsz jönni, baszom a rugónyakat. Nem ezt mondta a Forgács Gábor, hanem, hogy bödönye, bödönye, hogy a pofát töröm be. Szerintem direkt játszod a fejedet. Mert ugye a csomagosnak kell azért izélni, dolgoznia, szintén. Ő is jó munkás ember. Na, jó van, nem érdekel, vezetek, ne írjatok. Fotelhuszároknak, tessék! Fotelból okoskodó kisköcsögöknek. Itt a reklám. Sofőrt keresnek, igaz, az nincs ráírva, de szerintem azért hirdetik magukat. Itt a sok elérhetőség, lehet jönni hozzájuk dolgozni, Spiranec Logisztika. HR Pitomacsa, jégy és Trossmajera, Szedám de Szeddevet. E-mail, telefon, azt mutassátok meg. Lehet venni ilyen kamerát, pár ezer forintért már. Használtam még kevesebbért. Azt akkor gyerekek. Meg kell mutatni. Hogyan kell csinálni. Annyira értetek hozzá, bár a 90%-otok a biciklihez hülye, úgyhogy nem tudom milyen alapon okoskodik bele egy ekkora autóval való közlekedésbe. De mindegy, az ilyet sosem fogom tudni megérteni. Ez elég jó a dőlés szög a kamerának? Ezt mindig megkérdezem, azt sose tudom, de a végén mindig jó. Böhönye szép falu, gyertek el, csak úgy sétálgatni. Bógi. Azt hittem, valami vegyes bolt van itt. Úgy néz ki. Ezzel a sárga-fehér színezette. Úgy, hogy bástya, 70-es tábla van, rúgjad neki. Hát annyira nem akarja. Az a felni, te. Az alfán, mi? Az alfa maga nem tetszett, mert ez valahogy ez a formavilág nem tetszik. De mondjuk ez a felni egy Julian azért. Azért, aha. Aha. Na, bástya magára talál, úgy. Bár magára nem kell, elég, ha a gázpedálra rátalál, nekem az már fél siker. Ja, csak jön a vasút, ezt most meg már fékezünk miatta. Jól van, lassítsunk. Ez nem tudom melyik vasútvonal, talán a Balaton-Szentgyörgy Nagyatád, vagy Somogyszob Nagyatád. Franc tudja. De bezárták, már nincs rajta vonatközlekedés. Ezt múltkor láttam Facebookon, hogy társadalmi munkában ezt a... Ennek a vasútnak az űrszelvényét kipucolták a gajaktól, meg a csuvától, gaztól. De minek? Mondjuk vicces, hogy mint láttátok, vagy nem tudom láttátok-e, fényjelzős. A sztori, a 41-es gyékényes Dombóvár vonalon meg ami országos fővonal, villamosított fővonal, az nem egy állomás alakjelzős. Kellemetlen. Ez egy kicsit kellemetlen, de egy megszűnt vasútvonal, sőt nem is egy. Ez egy faszán fényjelzősre ki van építve.
ezek csak ilyen mellékzöngék. Na, gyermekeim az Urban. Múltkor esti videó, hogy itt jöttem fölfele. Szaggattam 32-vel. Most másik irányba szaggatunk lefele 32-vel, nem 45-te. És Gödre. Megérkeztünk Gödre. Nem, az Pest felett van. Hát azért így nappal látványosabb, szebb a település. Hát ez a fékezéskori, meg gyorsításkori ciripelés, ez megvan továbbra is. Én azért is szóltam, hogy nincs benne motorolaj. Már végül is azt is meg lehetett volna csinálni, hogy az ember ne legyen állandóan szar kihajtva belőle, hogy mondjuk ma lerakodok Szombathelyen, vagy tegnap lerakodtam Szombathelyen, aztán ma meg akkor előrakok, lemegyek Kanizsára, föltöltik a Volvónál motorolajjal, elmegyek lemosatni, és mondjuk délután 2-kor elmegyek haza, vagy 3-kor. Nem, bazd meg, még menjen Mohácsra, egy belföldre. Aztán Mohácsról menjél haza, hát megint lesz, vagy este 10 mire hazaérek, de hát végül is a munkavállaló minek pihenjen, hogyha a szart is ki lehet belőle facsarni. Ez is egyfajta megoldás, csak ugye a munkavállalónak ilyenkor meg lesz egy szintén saját megoldása a problémákra, aztán ez kicsit félbe maradt, vagy széthullott. Mindenesetre félbe maradt és széthullott. A ügye pontos. Szóval, amikor meg a munkavállalónak van megoldása a problémára, akkor meg... Hát ne most mi? Hát ne... Mert mi a baj? Semmi. Mi lenne? Ez még jobban szétesett. Gyerekek. Na jó, most legalább megnéztem ezt a 66-os főutat így fényes nappal. Szó szerint. Na, Skodával mióta Kaposvár óta vergődött, hogy meg tudja előzni ezt a Sió transzost. Végre sikerült neki. Én annyi mindent mesélni, mondani nektek, csak az a baj, hogy a feléért börtön jár. Úgyhogy inkább nézzétek a tájat. Az legalább szép. Csuklok, de addig nincs baj, amíg nem össze. Visszafelé én azt hiszem elmegyek inkább a 68-as főúton, és akkor ott jövök ki Böhönyénél, amit mutattam nektek, megnézzük, hogy az milyen. Barcs, Bolhó fele nincs pofám elmenni az alsóbb rendű úton, pedig az lenne a faszom, mert arra végig kávé sík. Legalábbis a 66-os, 67-es főutakhoz képest. Kávé sík, ugye itt a Mecseken ott a Zselicenke keresztül vergődni. Felé pedig végig lapos az út. Ez a több számjegyű út meg... Oj, szintén kb. Lapos. Meg az út is jó, nem ilyen retek szar.
kitutomázva. Ön kis egyszerű. De jó. Egyenes, mi? Mint az ökörhugyozás. Múltkor abba a kanyarba lökött föl majdnem az árukba egy furgon. Úgy gondolta, hogy megelőz. Aztán kicsit az elsős időben a vizes úton gyorsabbra vette a figurát, és nem nagyon bírta megtartani a szarját, aztán húzta rám az autót, én meg már ott mentem a botok mellett. Itt, ott én tapostam ki az utat, ha érdekel. Hát ugye, furgonnal kurvára sietni kell, mindenki kurvára siet, aztán az ország mégse jut előbbre. De erről már beszéltünk. Hát ugye mindenki lép át a másikon, empátia nulla, én. Én vagyok a fontos, a másik le van szarva, az se baj, ha megdöglesztjük. Kit érdekel? Én nekem fontos dolgom van, én nekem mennem kell, én. Ego az van, öcsém, mindegyikbe. Ujjjjjjj. Volt kérés, hogy beszéljek erről az M1-esen történt tömegbalesetről. Hát, srácok, az a baj, hogy akkor megint mindegyik megsértődne. Mert ugye mindenki hülye, csak ő helikopter egyedül. Ugye már ezt is mondtam. Az is látja bazmeg, hogy ott a kukásautó az út közepén üríti a kukákat, mindjárt végez és jön kifele. Nem ám bazd meg, elment volna tovább leparkol addig, amíg végez, és akkor utána megy be. Nem bazd meg, bemegy szembe a kukásautóval, ami teljes útszélességű. Ezt ott most állnak és nézik, és gondolom a gyökér elvárja, hogy a kukásautó álljon félre neki. Mert ő neki, ott van lakása, ő oda megy haza, ő neki most aztán mindenki utat. Milyen mérhetetlenül moslékmódon rühellem az embereket. Természetesen csak a 99%-et, az a maradék 1% van itt feliratkozva, és ők azok, akikkel értelmesen szót lehet érteni. Ti vagytok, srácok, lányok, azok, akikkel... Hú, de menő kuka, basszus, láttátok azt a fényezést? Rendesen fényezve volt a kuka. Szóval ti vagytok a maradék 1%, akivel én tökéletesen kijövök, és szót értünk egymással. Kikben van empátia, kikben van értelem, és jó indulat, és igen, mondjuk az maga az empátia. Jó van, engedjük ezt el. Értitek, amit mondani akarok szerintem. Basszus, már levettem 20 fokra a fűtést, megdöglök itt az üveg mögött, pedig csak 9 fok van kint, nincs meleg. Mondjuk ilyen helyen én se vágom le a kanyart, mert a pup miatt nem láttam be, hogy jönnek-e szembe. Most ha jön szembe valaki,
akkor faszán összecsattanunk. Ő mondjuk levágt azok szó nélkül. Pedig ahogy én, úgy ő se látott ki, mert ahogy elnézem, ő is ugyanilyen Renault-val van. De ha másikkal lenne, se látott volna ki. Meg be lehet látni, itt le van szarva. Fölöslegesen nem lassítjuk meg, kihasználjuk az íveket, így. A szoszi. Ezt is onnan tudom, hogy egyszer-kétszer már volt olyan, hogy én se láttam be a kanyart, aztán mondom, itt el lehet látni, kicsit kidugtam így a fejemet, és akkor így hopp, egyszer csak megjelent az autó, aztán kormányozhattam ellene. Amikor beleránt a kanyarba egy 40 tonnás szerelvénybe, az álmos könyv szerint sem jelent túl jót. Úgyhogy saját, hát mondjuk úgy, hogy a bőrömön, nem lett baleset, meg semmi, föl se borultam, vagy valami ilyesmi, de amikor megáll benned a szar, hogy ekkora böszmedeg arra mozdul, amerre te nem akarod, hogy mozduljon, meg amerre nem számítasz, hogy mozdulni fog, akkor bizony megáll benned az ütő. És ez nem túl kellemes. Így értettem azt, hogy saját bőrömön megtapasztaltam. Milyen az, amikor hú, ez szarul sikerült. Tegnap este jöttem haza, Egerszeg után voltam benne az erdős részen, ott a nagy eskanyar előtt, azt a 74-es úton, aztán nézem, jön mögöttem valaki, előttünk senki, hát már este 10 óra volt, gyérforgalom volt. Azt mondom, villantok kettőt jobbra, hogy szabad a pálya, megelőzhet nyugodtan. Azt megelőz az autó, nézem, hogy ismerős a hátulja. Hát jó, este 10 órakor korom sötétben, nem világítás mellett, pláne emellett a világítás mellett. Most nem láttam a színét az autónak, de sötét színű volt, de egyébként egy sötétkék autóról beszélünk. Kombi, japán autó, NOB rendszámmal, de ismerős ez az összkép. Ja, mondom a galaci. Ez ő lesz, ez tuti ő lesz. Azt akkor köszönésképpen nem az elakadás jelzőt nyomta be, hanem a... Most mi a bánatos faszom van, mert megállunk? Ó, Istenem, öcsém! Fú, bazd meg! Aztán mondom, hogy nem az elakadás jelzővel köszönte meg, hogy segítettem neki elmenni, hanem az irányjelző jobbra-balra, hogy kamionosség szokták meg. Na mondom, ez biztos ő. Kész, akkor voltam benne biztos, hogy ez ő volt. Hát jó, ő nem ismert föl, mert lát egy full általános szürke kamiont, kék vontatóval. Abból még nem biztos, hogy tudni fogja, hogy én vagyok, vagy valami. Majd mondom neki, hogy hello. Hello, Laci. Hello. Na, piac van. Meg értem én, hogy amúgy annó régen elfértek a teherautók, tehát akkor elférünk mi... Tessék csak jönni. Csak azóta már eltelt 70 év, basszátok meg. Na, ennyire van Magyarország lemaradva. Tehát oké, hogy az IFA elfért annó 1952-ben.
Én ezt teljesen készséggel megértem, csak azóta... Ebben az elmúlt 70 évben talán kellett volna fejleszteni az úthálózatot is. Hát de... Mindegy. Megoldjuk. Más nem, akkor egymás között. Mármint így sofőrök így egymás között. De hát ugye ez is arra vezethető vissza, hogy senki le se szarja azt, hogy mi van ezzel. Csak az, hogy én. Aztán a közjó meg. Ott rohadjon meg, ahol van. Majd az állam. Persze, mindent az állam, hogy ne. Na, ez a baj a fejekben. Ez a kommunista begyöpösödés, hogy majd az állam. De mondjuk ez az, ami nyugaton nincs. És amikor Truckmoments Laci szokott nektek beszélni a te dolgokról, hogy külföldön mi hogyan működik, azon gyereket nem megsértődni kell, hanem elgondolkozni. Mert az, hogy amit én mondok, azon megsértődtök, leszarom, túlnyelv stílusban adom elő. Nyilván ez sértő. Én már nem várom el, hogy bárki is gondolkodjon. Mondjuk, miért várom el azt, hogy Laci mondani valójában bármelyik is elgondolkodjon? Na mindegy. Most is, ez simán hallottátok a csattanást, átmentünk a csatorna felélen. Ennyi lógott be a kerékjáratba, ahol a kerék megy. Most az a 10 cent, ezt nem lehetett volna arrébb tenni, bazd meg azt a csatorna fedelet. Mindegy végül is. Majd ott is faszán kigödrösödik. Azt amikor majd jönnek szembe, mi basszuk bele a kereket a jobb oldali izébe, abba a gödörbe, mert nem lehet meg kikerülni. Tudom, apróságok, és miért akadok fönn ilyenen? Pont azért, mert ha nem akad fönn soha senki rajta, akkor soha nem lesz változás rajta, vagy benne. Hogyha soha senki nem ad szót az agyhalottságnak, akkor soha nem lesz benne változás. Én elhiszem, hogy az átlag magyar azt szeret ugye a langyos szarban elúszkálni, de én ezek szerint nem vagyok átlag magyar. Mondjuk ahogy az ország szellemi morálját így elnézem, inkább magyar se. Aztán meg lehet rajta sértődni, meg durcizni. Nagyjából a lőtéri döglött kutyát nem érdekli. Engem legalábbis biztos, hogy nem. Jaj. Oroszló. Szovjetszka nyihú. Oroszló. Bocsánat, nyihaha, nem nyihú, nyihaha. De van olyan, hogy poroszló, ugye? Az is van. Orfű, erről mindig izé jut eszembe Aranyosi Péter, hogy... ment volna valami fellépésre, hogy nem orfű, martfű. Vagy fordítva, nem tudom már, hogy volt. Az kemény volt, ahogy előadta. Mert orfű az itt van, a meccsekbe. Na? Martfű meg valahol az Alföldön. Ki tudja. Hát azért csak sikerül olyan dolgokról beszélni, hogy megsértsek embereket.
Így van, azt a legkönnyebb gyerekek megsértődni, gondolkodni még véletlenül se. Azt minek? Faszikám a belső sávba mit csinál? Csak úgy érdekelne, hogy... Amúgy... jó van, kijött. Faszikám? Hát hiszen nem biztos, hogy faszikám ül benne, lehet, hogy... Faszikámnak mi az ellentéte, ami nő? Ne írd le! Inkább ne írd le! Nőkém, mondjuk így. Ott kimaradt a szántásba egy csik. Csak mert 36-nál erre is van idő. Jó ötlet volt erre jönni. Meg akartam nézni nappal, hogy milyen a meccsek. Mennyire szép, vagy sem szép. Üres motornak biztos jót tesznek ezek az emelkedők. Én szóltam, nem az én autóm, pont leszarom. De már nyáron is szóltam érte augusztusban, hogy már csak félig van motorolaja. Most arra kb. Megszűnt létezni benne. Megáll, megáll. Jó, mondjuk a szervizelés azért az külföldön is hagy némi kihányni valót maga után, azért szoktak mesélni külföldön dolgozó ismerőseim, hogy mikor mondják, hogy gyere ide dolgozni, gyere oda, ennyit lehet keresni, ennyit lehet keresni, aztán mennyit szoknak vele, mind az irányítással, mind a munkastílusokkal, meg mit tudom, mikor a forgózsámolyossal kavirnyásznak benne a hegyekben. Meg láncolnak télen, mert úgy tudnak csak felmenni. Meg a szerviz, hogy ott is megy ott az izé, megoldjuk okosba, nem kell bemenni az izé. Márka szervizben, megoldjuk okosba házon belül. Néhány helyen Ausztriában is, meg Németországban is vannak annak dolgok. Jó, mondjuk Németországban elhiszem, azért filér baszóiknál. Ezt meg tudom érteni. Nem azt mondtam, hogy mindenhol, azt mondtam, hogy itt-ott. Hallottam sztorikat, na. Aztán amikor visszakérdezek, hogy na mi van, mégse olyan jó dolgozni? Hát, de azért jó. Jó a fizetés. Ja, mondom, hát neked ennyi a lényeg, hogy jó a fizetés. Munkakörülményektől meg tökön szúrod magad a fájdalomtól, akkor neked legyen jó a fizetés. Ujj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 
Értem én, hogy mondjuk alagúton keresztül vinni az utat, az macerás, de hogy valami nyomvonal korrekció legalább, srácok. Tehát, hogy ne ilyen 150%-os emelkedőn jöjjünk, menjünk. Mert úgy oroszlóra is, ahol az előbb fölküzdöttem az autót 35-tel, 6-tal, hát ott is baszki. Múltkor este, mikor először jártam erre, hát igencsak meglepődtem, mikor így meglódult az autó lefele 110-zel. Azt vert olyanokat a futóműre, ez a moslék aszfalt, hogy nem igaz, mondom, basszátok meg. Ezt úgy ugrottam a fékre, mint annak a rendje. Szerintem úgy mögöttem meg is ijedtek, hogy mi ez a füstölés. Na szóval azóta már elkopott az útról. Mert persze értem, én egyszerű kitenni a táblát, hogy meg olcsóbb is. 150%-os lejtő meg emelkedő. Ez kétségtelen. Az, hogy leszédülsz az útról, az nem számít.
jött a kijelző, megmutatta, hogy 6-tal megyünk. De nem 6-tal, hanem 6-tal. Fordított 6-os, az a 9-es, nem? Itt nem. Magyarországon nem. Magyarországon nem. Így tükrözzük a 6-ost és 9-es lesz belőle, így. 6-os, 9-es, 69-es. Elkalandoztak a rógaim. Na, srác Komlóra megy. Hí, arra is vannak még lejtők, emelkedők. Bástya, fogsz te még kormányba kapaszkodni? Jó van. Nem megyünk be mellé, mert hát, hogyha nagyon ki lódul, úgy. Hallottátok, milyen szépet csattant a vas alattam? Hogy megijedhettek a személyautóban? De ez a komlói vonal volt. Azt hiszem. Ha nem, akkor is, de. Helyiek majd felhomályosítanak, hogy jó, óder, tévedek. Lassító szerepe van, az be is tölti. Mánfa. Ez mánfa? Jó volt, köszönjük. Ez is egy szép hely. Itt is laknék szívesen, csak nagyon nagy a forgalom. Gondolom, nem? Hát azért csak országos kétszámügyi főútvonal, mánfaiak. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet. Nem, ez republik. De hogy itt jó lakni? Mert szépnek szép lakni. Hú, itt milyen faszra lesz kikanyarodni. Hátrafele lejt, be is nyomjuk a izé. Emelkedően elindulás segítő féket. Biztos, ami zihe. Balról senki? Ne kelljen ma megállni. Jó, senki. Az a kibetonozott izé minden, kölnyarban még az a izé is kell, busz megálló, hát ez is azt ki van találva, srácok, jó van. Istenem. Na, akkor másszuk meg a mecseket. Gödör? Ott voltunk lent. Onnan jöttünk. Szegény autó már megpusztul. Mondjuk nem érdekel, nem az enyém. Tudom, a múltkor azt mondtam, hogy a tengerre vagyok ráizgulva, de azért itt a meccsekben se olyan rossz. Ja, mert hogy az volt a pro és kontra, hogy a tengerre vagyok ráizgulva, és hogy a hegyvidék annyira nem érdekel, de... Szóval, hogy azért, na, itt azért úgy... Csak szívesen körben néz az ember, mikor jön fölfele. 35-e. Jó, most 55. Annyit hagynom az ablakot résnyire, mert egyszerűen megpusztulok itt az üveg mögött. Már most meg kezd lefagyni a lábam. Pedig tényleg csak ennyire van nyitva az ablak körülbelül. Azért is halljátok ennyire, hogy ciripel a kipufogó sornál valami tömítés. Ja, hogy itt a parkolónál, itt még kanyar is van, vagy izé, patak is van. Baszt a kurva! Már elnézést! Szembe oldalon nincs ilyen probléma, hogy akkorát dobna híd, de itt van. Ezt nem tudtam. Ebbe az irányba még sose jöttem. Most azt akartam mondani, hogy jöttem és jártam, csak nem tudtam, hogy melyik legyen, aztán ilyen vegyesbe sikerült. Valahol ott van lenn mámfa. Onnan lentről gyűjtünk főnek. Csak hogy kiakasztom azokat is, akik utálják a tájszólásos dolgokat. Ha már úgy legyen kövér! Szeretem idegesíteni a kreténeket, rájöttem.
egy parkoló. Ja, kikapcsoltam ezt a zemelkedő elindulás segítőt. Reggel a kávé megvolt. Agyilag úgy toppon is vagyok, csak úgy valahogy mégis úgy... Úgy azt érzem, hogy leragadnak a szemeim. Na, ez sem működik. Minek is? Jó van az úgy. Ja, hogyha a busz megállóban megnyomják a táblát, azért a gombot, nem a táblát, a táblán a gombot. Nem látsz, bazd meg, fényes nappal? Reflektorra jön, öcsém. Ha milyen sötétség van némelyik ember fejében, lehet jobb is, hogyha reflektorra jön. Bár azon nem segít a reflektor. Na, most meg akkor lejt Pécsig, mi? Hát ott fönn az a kéró, az micsoda? Valami katonai komplexum volt, vagy lett volna, vagy hotelnak indult, vagy mi az? Mert hotelnak kurva jó lenne. Ott fönt, ilyen panorámával. Ilyen négy csillagos seggáztatós. Mi az a seggáztatós? Az mi neki? Wellness. Nem így szoktuk mondani. Picsamosoda. És nem akartam vulgáris lenni. Nem akartam a vulgaritás erkölcsi fertőjébe merítkezni. Nem is nyomunk neki gázt. Így ide felgurulunk erre az emelkedőre. 52-vel pici gázzal megtámasztjuk. Itt elengedjük. Retardert most már ráhúzzuk. Gurgulázunk lefele. Ott van a tábla. Az nem a 40 tonnára vonatkozik. Én azért 54 gyorsabban nem nagyon mennék itt lefele. Ne bazd meg, főhúztam az ablakot, az izzadok, mint kurva a templomban. Így. Négy sávos srácok, úgyhogy aki akar, meg tud előzni belül. Én nem fog gyorsabban menni. 60 az nem a kötelező sebesség, hanem a megengedett legnagyobb. Na mert ezen is például egy idióta elkezd tisztítani, hogy hát ha mindenkit feltartod, nem majd mindenki kerüljön ki téged, mert te nem akar gyorsabban menni. Tehát ugye ez a akinek nem tudsz jót tenni típusú gyökér, amelyik leül a kijelző elé, aztán hányja a szart a szájából, mert más nincs benne. Ha van rajta csapka, az a baja, ha nincs rajtad, az a baja. Ugye bennem is a feszültség azért gyűlik az ilyen gyökerek miatt, mert ha pofán várném őket, akkor ugyanannyit kapnék értük, mint egy normális emberért. És ugye a stressz akkor alakul ki, mikor az agy megtiltja, hogy pofán basz valakit, akit a szíved megtenne.
Ó, Sara Picasso-ba hogy le van fittyenve a középső féklámpa egy picikét. Utánfutó nem még az index jobbra. Nem baj. Zignissel látszott, azt kész, nem? Most ezt nem iróniából mondom, mert tényleg. Ha egyszer látszik az egyikem, akkor minek a másikra is. Mert aki meg annyira hülye, hogy nem vesz észre egy irányjelző autót, meg egy kivilágított kamiont, annak úgyis mindegy, hogy villog-e az index, vagy nem. Az azt se venné észre, baszki, hogyha villogna, mint a karácsonyfa az egész autó. Hú, és mennyi ilyen bamba fasz van, te jó Isten. Ó, te jó Isten. Hát minden elismerésem a buszsofőröké, akik így a helyi járatos buszokkal küzdenek ezeken a retek utakon. Mocskos kurva élet, amelyik ezt hagyja, hogy így legyen. Leértünk a hatosra. Ezt nézzétek meg, itt vannak ezek a fasza új Volvo buszok, vagy lehet, hogy most mit tudom én nem úgy. Aj, bazd meg, ez meg kanyarodó sáv lesz. Volt előbb is tábla, vagy csak ide sikerült kibaszni, ahol már magam is látom. Ungarisztán. Ja. Meg balra kanyarodó, ez az egy lámpa van, jó. Csak mert hogy előre mentem a vonalig, és így nem látszik a lámpa. Hát mindegy, nem baj. Jó van az úgy. Na, kicsit megrúgatják ezeket az új Volvókat. Szegények, hát most itt ezeken a jó magyar utakon kapnak is rendesen a futóműalkatrészek. Bár szerintem kap a motortartóba is rendesen. A váltótartóba is kap rendesen. Hadd szokja, igaz? Nem is értem az autógyártókat, miért vesződnek olyannal, hogy ilyen tesztpályát építenek az udvarba, hogy különböző fejlesztéseiket, futóműbeli fejlesztéseiket ott teszteljék. Csak el kell hozni Ungarisztánba az újabb és újabb konstrukciókat, azt akkor itt mindjárt letesztelődnek. Kijövök ide, srácok, aztán előzetek meg szerintem, mert ez olyan rohadt nehéz. Azért el ne kapkodjátok, tényleg. Ne. Az ember így legyen, izé segítőkész. De! Legalább megköszönte. Jó van. Megélt is vele. Jaj, gyerekek, úgy belefeledkeztünk itt a videóba, hogy nem igaz, meg itt járjuk a hegyeket, meg a mindent. Fékezzünk a bostuc, is taposom, mint az ökör, aztán nem izélünk, lassulunk.
Nem is mondtam nektek, hogy... Hát megyünk Mohácsra, egész héten örülök, hogy csak Szombathelyt járom. Mert úgy volt, hogy Falkóba rakottam, és akkor lementem Kanizsára, azt onnan mentem ki Porto Buffolébe, lerakottam, onnan visszamentem Szombathelyre a Puskás Tivadar utcába, lerakottam, visszamentem a Falkóhoz, onnan megint kiugrottam Porto Buffolébe, tegnap onnan feljöttem hulladékfával vissza Szombathelyre a Falkóba. Hát mondom, fasza, ma előrakok, aztán mehetek haza, érted? Csak úgy mondtam, hogy motorolaj, meg mondjuk egy mosatás, és akkor esetleg időben otthon lenni a családnál. Hát mi jön most? Hát hova megyünk? Mohácsra. Érted? Örültem, hogy végre Szombathelyt járhatom, és akkor végre most már nem kell Mohácsra jönni. Hát, az meg csak azért péntekre csak találnak egy Mohácsot. Jó, van értem én, abból van a pénz, ha gurul az autó. Így, most ő füstöl vagy? Ja, füstöl. Basszus, de csúnyán füstölt. Azt hittem, hogy csak a port veri föl az út mellett. Tehát a kipufogóból áramlik ki a kipufogógáz, aztán veri ott a portra, mondjuk arra irányított a gyártó. Na érted, hogy onnan? Na, mindegy, túlrakasztam megint. Na nem, szegény Mercedes füstölt. Úgy érzem, hogy új, ez már késő volt. Úgy érzem, hogy a meccseket megjártam. Most itt ezen az összekötő úton elgurulok az M60-asig, aztán az M60-as végén meg már kb. Mohács. Még lesz egy kis M60, nem. Sima, 57-es. Nagyon péntek van. Ki merre? Erre gondoltam. Mociba merre? Ott kimész. Ó, kösz. Csak olyan miráz a dög megindul. Nézek itt a Suzuki-val, és drága lelkem, hát... Még 5 autó bejöhetett volna, mire én ezzel a pusztulattal megindulok, de mindegy. Lehet annyira csodálatos ez a Renault, hogy oda lett a bugyesz ledermet, hogy wow, micsoda gépsárkány, micsoda férfi állat hajtja. Itt a konzervdobozban egyedül lemegy az ember az agyáró, mi? Nem baj, azért örülök itt, hogy titeket szórakoztassalak. Meg a hülyék agyát felbasszam, de hát ez már nekem valami szórakozás nekem is jár, nem? A kormány meg fogja, mert eszédülünk a picsába, aztán akkor összetörik ez a csodálatos autó. Bocsa, gépsárkány. Azt hiszem, kiérek az M60-asra, akkor szerintem nekem meg kell látogatnom a parkolót. Egy ilyen egészségügyi séta célzattal. Köszi bátya! Már villogott előre, hogy ne kell megállni ezzel az autóval, hanem hogy én is igyekeztem villantani előre, hogy neki se kelljen a furgonnyal. Ezt így mindenki jól jár. Ezt szeretem, mikor így egymás keze alá dolgozunk, és halad a forgalom izével. Lendülettel, mikor nem torpanunk meg, megyünk úgy dinamikusan, ahogy a Kressz előírja. Nem úgy, hogy megállunk a körforgalom, az üres körforgalomat azt nézünk. Természetesen a kamionosnak miért is segítsünk, ez a kis pöcskeszűrő autóval elkerembókázik akárhol, nem? Hát nem ide kellett hozni a Felszabadulás utcába, mondták, hogy nem ez az első, hogy ide jön a kamion, hanem a... ki? A mofába. Csak ezt ugye... Ha finom akarok lenni és nőies, akkor azt mondanám, hogy basztak szólni erről. Ne. Nem merítkezzünk a vulgaritás erkölcsi fertőjébe.
választani, hogy hol a tökönbe forduljak meg. Jó, mert ők aranyosak voltak, segítőkészek. És ugye nekem meg valahol most vissza kéne tudnom fordulni. Ezt találjam ki, hol a tökönbe. Mondták, hogy itt eljövök a vasútállomás felé, akkor az nekem jó lesz. Kíváncsi leszek. Van valami fordulóka itt, de hogy én ott elférek-e? Fingom nincs. Meglátjuk. Hát ha nem, legalább itt a Duna. Nézzétek. Meglátjuk. Aztán ha nem férek el, akkor tilitolizunk vissza a kereszteződésbe, azt majd kitolom a főútra. Nincs jobb ötletem. Csak ti meg ide leálltatok ezzel az autóval, mi? Uh-huh. Ja, hát akkor tilitoli vissza ki a főútra, bazd meg. Ez akkor lett volna jó, hogyha nyárom jövünk, azt akkor legalább még izé is van. A kacskaringózáson kívül nagyon sok minden nem tudok ezzel kezdeni ez az autóval. Mert meg ugye a kormány így áll, bazd meg, mikor előre feláll. Ha az eszközpart nem megfelelő, akkor elég nehéz úgy dolgozni. Bár a múltkor is sikerült simán rámpára tolatni. Öv is csak zavar, úgy kész. Ja, itt van valami két rakodóvágány, de szerintem itt mivel uszoda van, vagy ilyen wellness lófasz. Így már nem nagyon kell itt tilitolizni, de ahogy a gazosságból látszik, szerintem nem is nagyon szoktak. Mondták itt a hölgyek, hogy többi kamionos azért kicsit jobban ki szokott akadni, hogy most hol a bánatba forduljon meg. Bejött ki is megy. Felakadhatnék én is a izére, plafonra. Ez ugye ilyenkor meg az emberek engem néznek hülyének, hogy én itt mit akarok kamionnal. Nem gyerekek, nem én vagyok a hülye. De megint valaki, akinek szerveznie kellett volna a dolgokat, az megint baszott az alkotmányra. Azt ugye megint csak megy a izé csodálkozás. Nincsen sofőr! Miért nincsen sofőr? Zsák szarér. Azért. Csipogjon hát, ha az valamelyiknek segít valamennyit. Így. Ezt kitesszük jobbra. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Még jó lehet. Jó van. Pont nem jön senki, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nehogy is gyorsan, nem szabad. Csém, bazd meg. Hát persze, 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 bazd meg, persze. Istenem, bazd meg. Miért vagyok én idiótákkal körbevéve, komolyan mondom? Nem idiótok, balfaszokkal. Ja, jó visok, de aranyosak. Érdekes, amióta nekem is van gyerekem, azóta nem idegesítenek a gyerekek. Most itt nem arra gondolok, hogy másnak a neveletlen hisztis hülye egy kölyke nem idegesít, mert az továbbra is idegesít. Hanem úgy egyébként úgy. Úgy nem. Hát igen, az, hogy ugye basszuk levágni a faágakat, ami belógnak az út fölé, hát az minek is tényleg.
Ebben az országban dolgozni olyan szinten mérgező, hogy az valami förtelmes. Meg úgy élni is. Oda kell vinni, nem tudom, mondtam-e? Vagy sem? Azt tudtam, hogy itt fogok visszarakodni, az egyértelmű volt, csak az nem, hogy ezt a bejövő árut ide kell hozni. És itt fogják átvenni. Mert hogy nem ez a cím van megadva, meg nem ez a név van megadva, tehát most így... Olyan, mint hogy te kapnál egy izét, hogy vigyél el valamit A-ba. De kapsz egy B-címet. Majd megérkezett az ja. célhoz. És így a hölgyek hívták föl a valakit, hogy amúgy kamionnal oda kéne, ide kéne jönni. Hát akkor ide jövünk. Jöhetsz, jöhetsz. Ugye innen meg vigyázni kell, hogy nehogy oda verjél az RS csatornának. Jobbról meg, hogy nehogy fölhúzza kerekeret a izére. Jó, az megmaradt, ez is megmaradt. Na, itt van még együnk.